mondok, illetve felolvasok, azt Tóth Gergely inspirálta, az ő előadása nyomán jutottam erre a konklúzióra, hogy ezt felolvasnám, amit elsősorban a már a parlament felé irányult politikus barátaink számára olvasnék föl. Időszámításunk előtt 2698-ban Huangti császár, csak hogy a kínaiaktól mit tanulhatunk. A hangolás normáiról gondoskodott a következőképpen. Megbízta Ling Hun nevű miniszterét, hogy keresse meg a Huang Chung, sárga harang nevű alaphangot. Ling Hun a hegyek közé ment, hova máshova, ahol a megfelelő bambuszterem és sípokat faragott belőle, a leghosszabb síp adta meg az alaphangot. Ezután megleste a főnix madarak hangját, a hím és nőstény énekéből két hathangú sort vezetett le. Így jött létre a lü, a törvény, a kínai zene hangrendszere. A legkorábbi kínai krónika a Su Ying arról tudósít, hogy Sun császár időszámításunk előtt 2286 körül elrendelte a hangolás és hangrendszer egységes alkalmazását minden zenei műfajban, és személyesen utazott a keleti tartományokba, a császár, hogy ellenőrizze a négy évszak, a hónap első napja és a hangok rendjét. Dalokat is szerzett a császár, továbbá ő fedezte fel a pánsípot és a selyemhúros citerát, hogy a déli szél ódáját kísérje vele. Az ókori Kína a természet, a számok és a hangok összefüggéseire alapította a világrendről alkotott elképzelését. Idő és tér, energia, anyag és zene egy közös egyetemes eszme kifejezői, amely Lü Buwei ókori költő szavaival nem elképzelhető, nem megfogható, nem meghatározható. Az idő az évszakok, hónapok, órák körforgásában, a tér, a négy világtájban, az anyag, a kő, fém, fa, az erő, a mennydörgés, az eső, szél, tűz, víz, végül a zene, a hangszín és hangmagasság révén ölt alakot. E jelenségek egymáshoz kapcsolódnak, az évszakokat hangköztávolságok választják el. Hasonlóképpen, mint Mezopotámiában is hitték. A hangszereket anyaguk szerint osztályozták, a 12 hang rokonságba került az év hónapjaival, és a megfelelő allegórikus állatokkal, tigrissel, nyullal, sárkánnyal és a többi. Még soká lehetne sorolni a kapcsolatokat, amelyeket a kozmológia gyűjtő fogalma ölel fel, végig kísérve az ókori zene történetét egészen az európai középkorig. Végül, lévén a világegyetem egyensúlyát biztosító tényezők között a zene az egyetlen, amelyet az ember irányít, roppant felelősség hárult Kínában a hangok rendjére. Úgy hitték, a birodalom sorsa függ ettől. A Xi Jinping verseiből kiderül, hogy a trónra lépő császárok első dolga a hangolás ellenőrzése volt. Aggodalmasan figyelték és figyeltették a zenei szabályok gyakorlati betartását, ami megszilárdíthatta, vagy épp veszélyeztethette uralmukat. Így került sor Han Wuti császársága idején, kb. 100 évvel időszámításunk előtt, a Yeu Fu zenei hivatal felállítására a mértékügyi minisztériumban, külön-külön osztállyal a szertartási, külföldi, főúri és népi zene ellenőrzésére, valamint a dallamkincs rendezésére, de a hivatal fő feladata a pontos hangmagasság fölötti őrködés volt. Egy szolgálati közlemény még ehhez képest, a magam részéről szoktam azzal játszani, hogy minden szövegnek van egy hangja, van egy dallama. A magánhangzók megfelelnek a szolmizációs szótagoknak. Így módon elkészítettem a Kraftnak a kis szignáját. Ferenc mindig azzal bombáz, hogy mikor lesz már himnusza a Kraftnak. Na most meg lett. Kreatív város, fenntartható vidék. Ugye ez egy dallamot ad ki, az E-A-I-A-O. E-A-A-O-I-E.
És ezt a kis dallamot egy rövid szignálban megszerkesztettem, és az a szándékom, hogy a Jurisis téren működő kis zenélő kútra installálom, és próbáltam megtalálni ezt az időpontot, amit mindenki el tud érni, 12 óra 55 perc, tehát az egy órás ideérkezésünk előtt 5 perccel, az ebéd utáni séta végén, tehát 12:55-kor lehet oda menni, holnap után, illetve 5 órára is beállítjuk, hát ha valaki akkor sétál arra, hogy meghallgassa a Kraftnak a hangját. Köszönöm szépen!